felszabadító rugása után Puskás Wright lába között gurítja el a labdát. Ellenállhatatlanul kör előre a magyar kapuban. Puskás lövénk az ötösről berepült a bal felső sarokba. Csekirál, most lője pillanatban, gól! Ügyes játék, Zsuzsák, Varga és Szalai, és aztán tulajdonképpen Szalai az egyetlen. Gyerekkorában járt az akkori Népstadionban? Ó, rendkívül sokat. Hát persze, hát akkor minden gyerek focizott. Hogyha valahol volt egy vízszintes rész, akkor azonnal leraktunk két-két pulóvert, és akkor már is ment a játék Kiskapura. Ez akkor teljesen természetes volt. Nekem nagyon hozzátartozott a gyerekkoromhoz, és hát ez egy fantasztikus közösségi élmény volt. Hát ez az igazság. Gondolta volna akkor, hogy valaha egy új stadiont fog ide tervezni? Ne, abszolút. Ez, nekem nem jutott ez eszembe soha. Még akkor se jutott eszembe, amikor itt a szomszédban csináltak a Budapest arénát, és én tudtam akkor, hogy nagy baj van a régi épülettel, ugye, mert az fedetlen volt, és hát a beton szerkezet az tönkre megy egy ilyen éghajlati zónában, nem csak nálunk, mindenhol máshol is. És itt már az utolsó 10-15 évben nem lehetett följönni csak a földlelátóra, tehát az épített lelátóra már nem engedték fel az embereket, és hát ezért aztán biztos volt, hogy ezzel valamit kezdeni kell. De eszembe se jutott. Hát akkor, amikor ide jártam, akkor még az se jutott eszembe, hogy építész leszek. Tehát, hogy az ember mindig focista akart lenni, tehát az volt az első. Aztán nekem később bejött a kosárlabda, de nem eszembe se volt. Kosárlabdáztam, tehát a sportág nagyon közel áll a szívemhez. Hát aktívan csináltam, igen, még NBA juniorban is. Nagyon, nagyon szerettem ezt a sportágat. Hoppá, följött egy pöttyös labda. Szeretettel teli tiszteletet sikerült nekem a kivitelezőkkel megvalósítanom. Mert igazából ők vannak a
az út végén. Tehát az, hogy az épület hogy valósul meg, az tőlük függ. Én akkor már csak segíteni tudok nekik. Az ő munkájuk van ott, akik megépítik ezt az egészet. Mindig vannak konfliktusok. Azokat meg kell oldanunk nekünk közösen, nem egy külső segítséggel, hanem magunknak. És ez azért általában sikerült. Az egy nagyon jó érzés látni, kinőni a földből, amit az ember lerajzolt meg, amit elképzelt. Az nagyon jó érzés. Mindig nagyon szerettem járni az építkezésekre, mert minden nap kap az ember egy új és egy új visszajelzést. És ezek a visszajelzések, ha pozitívak, és hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, vagy avval álltatom magam, hogy ezek pozitívak voltak, az nagyon jó érzéssel tölti az ember. Azt az energiát, amit kiadott magából, azt fokozatosan napról napra visszatölti. Ha most egy csoda folytán találkozna a Skardeli nagypapával, a Pallérral, akkor elégedett lenne önnel? Hát nem tudom, tehát az egy jó érzés lenne végigjárni a nagypapámmal, édesapámmal, azokat a helyszíneket, amiket végig sikerült vinni. Hát nem tudom. Majd megbeszéljük velük.